Üdv újra itt, én Szabó Viktor vagyok, és a mai alkalommal az Instagram bukásairól, és úgy amlok az Instagram mostani történéseiről fogunk beszélgetni. Benne lesz az is, hogy fizetős lesz-e az Instagram, és ha igen, akkor hogyan, ha pedig nem, akkor miért kamu ez az állítás. Úgyhogy nem tudom még, mi lesz a videónak a címe, de azt tudom, hogy több dolgot fogunk érinteni, úgyhogy ha érdekel az Instagram, akkor mindenképp nézd végig ezt a videót. Minden, ami mondjuk a címben megjelent, az benne lesz magában a videóba is. Ez egy ilyen kis sztorizgatós, kis véleménykifejtős videó lesz magáról, az Instagramról. Úgyhogy csapjunk is bele. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még, de ha nem, akkor kis emlékeztető. Az Instagram ugye bejelentette, azt hiszem tavaly volt is róla külön videóm, hogy mostanában nem érdeklik őket nagyon a fotósok, a képek. Úgyhogy csináljunk inkább videót, hiszen ekkor tört be ez a TikTok láz, és úgy volt vele az Instagram is, hogy ha, kit érdekelnek a fotósok, akik eddig életben tartották ezt a platformot, szarjunk rájuk, és legyen mától valami új, és megalkották ugye a Reels funkciót, ami a YouTube Shortsnak és a TikToknak a variánsa. Tulajdonképpen amikor egy új platform bejön, mint például a TikTok, akkor elkezdik azt lekoppintani a nagyok. Ilyen volt például annó a Snapchat, amit a Facebook Story, a Messenger Story, a Instagram Story, a YouTube Story, és mindenki egyszerűen, még arról is volt videóm, hogy a LinkedIn-en és a Twitteren is megjelentek a sztorik, bár azok évekkel később, és el is buktak. Úgyhogy ilyenkor mindig az van, hogy jön egy új oldal, és mindenki, minden nagy így megijed, és azt mondja, hogy úristen, hát most mi lesz, hát nekünk is kell ilyen funkciót csinálni, és ez sok esetben működik, mint nálunk például Magyarországon sikeresen kinyírta a Snapchatet az Instagram Story, de vannak olyan országok, ahol még mindig használják a Snapchatet, úgyhogy van, amikor működik, van, amikor nem működik ez a Story. Na, a lényeg, hogy bejelentett az Instagram, hogy többet nem érdekli a fotós tartalom, és innentől kezdve videókat gyártsunk, de Magyarországon itt elég képlékeny a dolog, mert tudsz fogyasztani Instagram Reels-t, viszont nem tudsz gyártani Instagram Reels-t, és fogyasztani is én iPhone 8-on jelenleg csak úgy tudom, hogy le van vágva a teteje meg az alja, és szutyok az egész. Na mindegy. Itt hatalmasat csalódtunk az Instagramra, és szerintem nem csak én, hanem sokan mások is, hiszen onnantól kezdve az Instagram elkezdett gőzerővel dolgozni azon, hogy legyen már valami a platformon, valami újdonság, és lett is, hiszen ekkor vezették be a linkeket, ugye link matrica van, most már nem kell a 10 000 követő a sztoriba, hanem egyszerűen csak egy matricát raksz, erről is készült külön videóm, úgyhogy ezeket amúgy linkelem a leírásba, de van egy nagyon jó kis funkció, tulajdonképpen ezt mindjárt prezentálom is nektek, elindítom a képernyő felvételt, hogyha ki akarsz rakni egy posztot valakivel, tegyük fel mondjuk a barátnőddel egy közös képet ki akarsz rakni, vagy barátoddal, és nem szeretnétek, ugyanazt a képet szeretnétek felrakni, de nem szeretnétek két külön posztot, most már van arra lehetőség, hogy rámegyek itt a bejegyzésre, igen, ez itt egy Majka komment, de kiválasztom itt ezt az asztalt. Rámegyek a továbbra, várjátok, inkább olyan fiókra kéne átmenni, amit mondjuk alig néz valaki, mondjuk a VMX Officialre, ezt nem sokan nézik, igen, jaj, nem így, külön posztot szeretnék, kiválasztom így ezt az asztalt, rámenjek arra, hogy tovább, és van itt egy olyan, vagy nincs, speciális beállítások? Ha, érdekes módon most egyszerűen nem találom azt a funkciót, emberek megjelölése. Itt van, emberek megjelölése, és ugye simán meg tudsz jelölni, de tudsz egy ilyen közreműködőt, én itt most megjelölöm gyorsan a kék óceánt közreműködőnek, és szépen megosztom ezt a képet, de nagyon gyorsak legyünk, hogy ne lássák az ismerőseim, és tulajdonképpen a kék óceánnál itt megjelent egy kérés, rámegyek, és igazából ellenőrzés, és elfogadom, akkor látni fogjátok, hogy tulajdonképpen itt két tulajdonosa van a képnek, és ha valaki lájkolja itt, akkor az lájkolja mindenhol, viszont most szépen visszamegyünk, és töröljük ezt a bejegyzést, mert hát nekünk nem kell ilyen, de ez egy nagyon-nagyon jó funkció, és mondom, mindkettőtöknél megjelenik ez a poszt,
úgyhogy nagyon király funkció, de hát ez is csak azért van, mert amiért a linkes, ugye, hogy szépen visszatérjünk erre a platformra, amit már amúgy elhagytunk, és ami amúgy már senkit nem érdekel sajnos, de ha már új funkciók, akkor beszélgessünk az egyik nagy bukásáról az Instagramnak, ami nem más, mint az IGTV, IGTV, ki hogy mondja. Ugye ez, hoppá, hogyha mozog az asztal, akkor sorry, ami ugye ez az IGTV, ez a YouTube koppintás volt, ugye ez abban az időben történt meg, amikor a YouTube volt a nagy konkurens, és akkor úgy döntött az Instagram, hogy hát akkor mi is csinálunk YouTube-ot, hát mi kell lehez, hát egy külön fül. Tulajdonképpen kapott az Instagram egy ilyen IGTV fület, amit amúgy senki nem használt. Én is elkezdtem oda tartalmat gyártani, aztán rájöttem, hogy rohadtul nincs értelme ennek a funkciónak, mert hát senki nem nézi. Úgyhogy tulajdonképpen ez megszűnt, szépen csendben, semmi cikk, semmi izi, ez idén szűnt meg. Egyik napról a másikra. Ez így eltűnt, szépen lassan eltűnt, és tulajdonképpen a nézete, tehát amikor nézted az IGTV videót, az megmaradt, és jelenleg a videókat ilyen nézetben tudod nézni. De nem csak ez a funkció szűnt meg, van itt még más is, ami nagy felháborodást okozott, és megszűnt. Ezt nevezném szerintem az Instagram legnagyobb bukásának, de előtte elbarangolunk a Forbes Magyarország Facebook oldalára. Össze fog függeni, nyugi, nem lesz ez nagy kitekintés. Mindig szoktam mondani az embereknek, hogyha vicces kommenteket akarnak, akkor nem Tibi atyát meg ilyesmiket kell nézni, hanem ott van a Forbes Magyarország, ahol a csúnya magyar valóságot meg lehet tapasztalni. Itt van ez a Forbes cikk. Az arról szól, hogy ez a szalag cím, jöhet a fizetős Instagram, már tesztelik a bevezetést. Fú, nagyon durva. Erről fogunk most mindjárt beszélni. Képernyőképet azt nem vágok, mert hát Facebook, meg személyiségi jogok, meg stb. Szóval azt nem. Van itt ilyen komment, hogy a semmiért pénzt kapni egyenlő influencer pont, szánalom pont. Egy fillért sem fizetnék érte. Van itt még ilyen jelezném, Zuckerbergnek az OnlyFans már létezik. Valaki írta, hogy szerintem mindenki törölni fogja. Ugye mindenki, a legtöbb ember ugye csak a címet olvassa el, és nem kattint bele. Egy okkal több, hogy ez legyen az életcél a mostani generációnak, akkor éhen halnak, akkor kilépek és törlöm, hülyeségre nem fizetek. Nagyon jó, imádom. Nagyjából, igen, itt valaki leírja, hogy nagyjából olyan lesz, mint a YouTube tagság, akár még csatornánál. Na, vannak itt értelmes kommentelők. Valaki írta, már törlöm is. El tudod képzelni az, hogy valaki elolvas egy ilyen Forbes cikknek a címét, mert nem is az egész cikket olvast el, és már törl is az Insta. Én törlöm, gyerekek, hát én nem fogom megvárni, amíg engem itt lehúznak pénzzel, és fizetősé teszik az Instagramot, én már most rögtön törlöm. Szóval nagyon viccesek, egyébként lehet olvasni itt nagyon funny hozzászólásokat itt a Forbes-on. Én nagyon szeretem, nagyon kreatívan az emberek, főleg ez annyira vicces ez a jelenség, hogy nem olvasom el a cikket, csak a cím alapján beírok valamint, én ezt nem is értem. Szóval amiről szól ez a cikk, a Forbes azt írja, hogy az előfizetéses modellt tesztelik, ugye? És influencerek, meg mindenki támogatást gyűjthet a munkájához. Tulajdonképpen az elképzelés szerint a közösségi oldal a Patreon és az OnlyFans modelljét valósítaná meg. Hát screenshotok alapján, azokat már viszont be tudom vágni, mert az Instagram posztolta őket, screenshotok alapján ez egy YouTube tagság lesz, szóval tulajdonképpen a követőid, hogyha extra money-t adnak neked, és Instagram profil tagok lesznek, vagy nem tudom, hogy hívják, akkor tulajdonképpen ilyen tagoknak szóló live-ok, sztorik, és mindenféle egyéb ilyen dolgok képzelhetőek el. Tartalomgyártók abból élnek, ezért fontos, hogy kiszámítható legyen a bevételük, az előfizetése szerintem az egyik legjobb mód erre, de egyébként nem tudom, hogy ki lesz az, aki egy influencernek fizetni fog plusz pénzt azért, hogy láthassa a tartalmait, amikor amúgy is csak az influencer reklámokat posztol, és igazából nem látom sok értelmét. Na mindegy, a lényeg, hogy teszteli ezt az Instagram, és ezzel is próbálja visszahódítani az embereket, akik azóta már rég átmentek másik platformra, mondjuk YouTube-ra, vagy bármilyen olyan helyre, ahol kapnak is valamit azért, amért posztolnak, és nem csak azt, hogy
mától nincs szükség a fotóidra, rohadj meg és csinálj magadnak valamit. Viszont elérkezünk lassan a videó végéhez, és ideje érinteni az Instagram legnagyobb bukását. Ugyanis szerintem a legnagyobb bukás az az, hogy pár évvel ezelőtt elkezdték bevezetni, hogy ne lássuk az Instagram lájkokat, ugye, hogy egy posztot mennyien lájkoltak, és akkor volt is ebből felháborodás, illetve én is szót emeltem, hogy nem feltétlen az a jó módszer, ahogy az Instagram nyomja a dolgokat, viszont az tényleg értékelendő, hogy az Instagramnál ez tényleg amolyan, tényleg megpróbálnak a mi mentális egészségünket megvédeni. Ugye most jelenleg a dislike kapcsán a YouTube-nál az a duma, hogy hát ez azért van, mert hogy a te kis mentális egészségedet, mint creator megvédjék, viszont ugyanúgy látod a dislike-okat, szóval nem védik az én egészségemet, hiszen ugyanúgy elérem ezt a funkciót, inkább itt a hirdetők pofáztak bele a képletbe. Viszont az Instagram esetén ott tényleg védték az én kis mentális egészségemet, hiszen nem feltétlen láttam, hogy mennyien lájkolják a posztomat, meg tudtam nézni, de ez is picit el volt dugva, illetve nem láttam azt, hogy nézd meg neki, 10 000-en lájkolták, sokkal többen, mint nekem, szóval ez a fajta dolog, ez tényleg megvolt szerintem az Instagramnál, mint ilyen próbálkozás, hogy majd megvédik a mentális egészségedet. Viszont abban nem gondoltak bele, hogy konkrétan egész iparágak épültek arra, hogy számolgatjuk a lájkokat, az influencerek, a marketing ügynökségek, mindegyiknek kb. A like volt az egyik ilyen mérőszáma, ami alapján meg tudtad nézni, hogy akarsz ezzel az influencerrel együtt dolgozni, vagy sem, vagy hogy vette a követőit, vagy nem, vagy mennyire aktívak a követői, hiába vannak 10 000-en, ha mondjuk csak 2-3 ember lájkolja a posztjait, hiába vannak 500 000-en, ha tényleg csak, nem tudom én, 1000 like van rajtam. Szóval tényleg egy hasznos dolog volt, mint ahogy a YouTube dislike is egy hasznos dolog, és elkezdtek lázadni az emberek. És szépen csendben megtörtént az a dolog, hogy az Instagram elkezdte visszavezetni, illetve most jelenleg a Facebookkal karöltve azt tesztelik, hogy ki tudod kapcsolni te egyes posztjaidnál azt, hogy lássák, hogy hány like érkezik rá. Úgyhogy picit finomodott a dolog, de szépen csendben, mindenféle nagy média beszállása nélkül vezetik vissza ezt a funkciót, úgyhogy tulajdonképpen ezt nevezném az Instagram egyik legnagyobb bukásának, hiszen nincsenek róla cikkek, nem ír róla nagyon a sajtó, próbálják szerintem ezt így a szépen csendben visszavezetjük a lájkokat, senkinek nem fog feltűnni, hogy pár évvel ezelőtt nagyokat mondtunk és hibáztunk, szerintem ez volt az egyik legnagyobb bukás, és úgy éreztem, hogy erről, ha már ilyen sufni lapok beszámolnak, ilyen pici, apró lapok, akkor mindenképpen érdemes nekem is beszámolni, hiszen szerintem egy tök érdekes dolog, hogy hogyan vezetik ezt vissza, illetve hogy ja, megtörtént. Attól, hogy nagy Facebook vagy, még hibázhatsz. Nem feltétlen kell megtudnia sok embernek, nálam sem tudja meg csak pár száz ember ezt a dolgot, akik eljutnak eddig a részéig a videónak. Úgyhogy ja, nagyjából ennyi lett volna ez az Instagramos videó, én próbáltam mindent összefoglalni, ami történt mostanság az Instagram házatáján. Írjátok meg, hogy mi a véleményetek egyes funkciókról, illetve menjetek fel a Forbes-nak a... Egyébként a Forbes-nak is ez a cikkírása... Nem tudom, kik írják ezeket a cikkeket, de egyre rosszabbak. Szóval mármint így az én személyes véleményem szerint azért írtak ők jobb cikkeket, szóval lehet, hogy most valamit így visszavettek, vagy nem ugyanaz írja, aki eddig, nem tudom, de itt is például ez a Patreon OnlyFans, nem, YouTube tagság kb. Ugyanaz, tehát hogy a képeken meg lehet nézni, nagyjából ugyanúgy YouTube tagságban, lehet, hogy a YouTube-ot nem annyira vágják, és emiatt nem írták bele. Ja, szóval köszönöm szépen a figyelmet, én Szabó Viktor vagyok, találkozunk a következő videóban. Nem tudom, hogy ez a kameraszög jó-e, ugye megvettem az új asztalon, még visszhangzik a mikrofon is. De ja, ez a rész senkit nem érdekel, úgyhogy megyek is Instagramra tartalmat gyártani, hogy dőljön a pénz, és egyébként itt YouTube-on is tudtok csatorna tagok lenni, hogyha nem lennétek még azok, pici összegekért plusz videókat meg live-okat kaptok, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet és a támogatást, találkozunk legközelebb, addig is, legyetek jók, halihó!